Mai vendége mindössze 26 éves, de már most sikeres vállalkozó. A társival megálmodott startup Magyarországon kívül jelenleg kettő másik európai országban is hódító útjára indult. Itt van velem a Munch ételmentő applikáció egyik alapítója, Bettstein Albert. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Szia Albert, üdv a klubban. Hello. Örülök, hogy tudunk beszélgetni, tök régóta várok erre a beszélgetésre. Tudod, hogy mióta? Hát nem tudom. Amióta láttak a cápák között be, 2021-ben. Na, Cső, én, én reménykedtem benne, hogy, hogy egyszer itt is elmeséltem a muncsnak a sztoriát. Jaj, de jól kamuzol, de jól kamuzol. Ez így van. De figyelj, a cápák közöttben mind az öt cápa horogra akadt. Az Ez, Ez elképesztő teljesítmény. Köszönjük szépen. Tehát Köszönjük. hittek benne ezzel Igen, és ez volt talán az első ilyen nagyobb pont, amikor mi is elhittük, hogy ebből tényleg egy nagy nemzetközi sikertörténet lehet. Amikor összeállt a csapat, meg összeállt a koncepció, akkor éreztük, hogy itt valami nagyon izgalmas dolog történik, és, és amikor ebbe a befektetők is beszálltak, és... Műsor történetében egyébként először az összes befektető beszállt, akkor láttuk, hogy ebből egy globális sztorit fogunk építeni. És ma haladtuk is a felé, most láttam, hogy már Magyarországon kívül kettő országban jelen van a, a projekt, ugye? Ez így van, Csehországban és Szlovákiában is ott vagyunk, illetve a következő hónapokban újabb országokban el fogunk indulni. Úgyhogy, úgyhogy nem áll meg a muncs története a magyar határokon belül. Beszéljünk majd erről is, de előtte az érdekelne, hogy az öt cápából mennyi van meg? Igen, ez egy érdekes történet. Ugye mind az ember beszálltak, és rengeteget segítettek az elkövetkezendő hónapokban. Havi-heti szinten kértük a tanácsukat. Olyan is volt, hogy volt valami ilyen izgalmasabb, valami könyvelési vagy jogi ügy, és este tízkor írtunk egy e-mailt, hogy figyeljetek, van egy kis gáz, tudnátok-e segíteni, és mind az öten perceken belül válaszoltak, Fél és legyen? én azt hittem, hogy, hogy bár én egyébként korábban is voltam már egy másik vállalkozásom ebben a műsorban, de amikor sokan, akik még nem szerepeltek benne, azt gondolják, hogy ez egy megrendezett show, miközben valódi segítséget kaptunk mi is, és a mai napig egy aktív kapcsolat van velük és annak ellenére, hogy egyébként egy nagyon jó mentori viszony kialakult a, a, cápákkal, úgy döntöttünk, nem is olyan régen, hogy, hogy, hogy négyüket kivásároljuk ebből a vállalkozásból, illetve újabb befektetők szálltak be a muncsba, és ők is szerették volna azt, hogy, 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 hogy olyan befektetőkkel dolgozunk együtt, akiknek kifejezetten ebben az iparágban és nemzetközi Ö, hasonló digitális szolgáltatások tervezésében van nagy tapasztalata, így ö, továbbra is megmaradt velük egy jó viszony, egy jó ö, megtérülést tudtak elérni a muncsal, és egy, egy jó pénzügyek is, egy jó sikertörténet tudott így lenni. De Petya kivételével a többiek most már nem tulajdonosai a muncsnak, hanem, hanem barátként, mentorként segítik a munkánkat. De akkor megvalósultak ezek a befektetések valójában, mert ugye úgy tudom, hogy, hogy az amerikánál biztos így van, hogy az, hogy azt mondják, hogy beszállnak a műsorba, az nem feltétlenül garantálja azt, hogy ezt valóban megteszik, hanem utána még átszámolják, meg átkalkulálják, és utána hoznak döntést. De akkor itt ez teljesen egyenes úton ment. Igen. Én a pontos számokat nem tudom a magyar műsornál, de, de, de a hallomásból úgy tudom, hogy több mint a 60 a meg is valósul ezeknek az üzleteknek, hogyha, hogyha kiderül, hogy valaki nem mondott igazat például egy műsorban, akkor nyilvánvalóan dönthetnek úgy a cápák, hogy nem mennek tovább ezzel a díllel, de egyébként ők olyan emberek, akik szeretik tartani a szavukat, ezért általában, hogyha majd a műsorban, az, az teljesül is. Nyilván a részletekben rejlik az ördög, és nálunk is azért nem volt egyszerű folyamat, hiszen azért itt öt ö, olyan sikeres üzletemberről van szó, aki igazából szereti megmondani, hogy hogy működjenek a dolgok, és ez volt az első vállalkozás, hogy mind az öten beszálltak. Mindenkinek egy kicsit más koncepciója volt arról, hogy hogyan érdemes egy, akár egy ilyen dílt, egy ilyen üzleti folyamatot végigvinni, és ez nem egyezett, úgyhogy akár még közöttük is kellett egyeztetni, Aha. meg közvetíteni, úgyhogy ezért ez egy izgalmas helyzet volt, de megvalósult a díl, és rengeteget segítettek. Néhány mondatot beszéljünk a muncsról, hogyha lehet, mert szerintem van olyan néző, aki nem tudja, hogy még miről van szó. Annak ellenére, hogy most az adás előtt néztem rá az App Store-ra, és a második helyen volt az ételital kategóriában, tehát hogy népszerű az app, de szerintem van olyan, aki nem tudja, hogy miről van szó. Így van. Mi egy olyan platformot, egy alkalmazást és egy weboldalt hoztunk létre, ahol vendéglátóhelyek, pékségek, szupermarketek és bármilyen étele foglalkozó üzlet kedvezményesen tudja azokat a jó minőségű ételeket értékesíteni, amiket aznap nem tudtak eladni. Úgy néz ki a rendszer, hogyha valaki letölti ezt az alkalmazást, akkor látja azokat a csomagokat, amik a közelében elérhetőek, és az átvételi idősában, ami tipikusan zárás előtt van néhány órával, át lehet venni több mint fél áron jellemzően ezeket a csomagokat. Az még egy plusz poén ebben az egész történetben, hogy a muncsok, azok meglepetés csomagok. Mert nem tudják előre a boltok, hogy mi fog megmaradni a nap végén, viszont ö, ilyen kategóriák ö, szerint lehet tudni, hogy nagyjából pékáru lesz benne, vagy zöldség gyümölcs például. És ö, ezeket a meglepetés csomagokat egy ilyen játékos formában lehet lefoglalni, és személyesen átvenni a boltokban. Igazából egyszerű a koncepció, ö, viszont talán éppen ezért is tud jól működni, hiszen ez mindenkinek jó, mert amellett, hogy. Ö, nyilvánvalóan csökkentjük az ételeknek a kidobását, a pazarlást, és jó teszünk ezzel a környezetünkkel is. Itt komoly anyagi veszteségről is van szó, amit így mérsékelni tudunk, és az embereknek is jó, hiszen féláron tudnak jó minőségű ételekhez jutni. Ha jól tájékozottam, akkor ez nagyjából két és fél éve indult ez a projekt, ugye? Vagy három már? igazából három évvel ezelőtt, szinte mostanában van a szülinapja a muncsnak, állt össze ez a koncepció, és, azóta onnan, hogy négy fiatal egyetemista összeállt, egy, egy több mint 800 ezer töltővel bíró nemzetközi startuppá sikerült felépíteni ezt a sztorit, ami ami nyilván annak is köszönhető, hogy folyamatosan jó emberekkel bővült a csapat. Olvastam egy Forbes cikket, amiben nagyjából azt írták le, hát majd zanzásítva mondom, hogy mindegyik kötök, mind a négyen a koronavírus járvány idején próbálta megtalálni azt az utat, ami a számára járható út, és amit el tud kezdeni építgetni, olyan projektet kerestetek. És hogy tulajdonképpen ezen, a, ezen az elven állt össze a muncs is, tehát hogy valójában a koronavírus járvány volt az okozója. Tehát, hogy ti ezt a, Krízist, tulajdonképpen nyerőbe tudtátok átfordítani. Igen, ez, 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 egy nagyon érdekes időszak volt szerintem mindenkinek a, koronavírus, és mindenkinek újra kellett gondolni az életét. Először, amikor, amikor lezárták az országot, én éppen akkor jöttem vissza Amerikából egy, egy ösztöndíjról, egy startupnál dolgoztam, illetve a Google-nél voltam egy ösztöndíjan, és, és úgy gondoltam, hogy csak néhány hónapra térek vissza, mert már megnyertem egy washingtoni ösztöndíjat, és én elképzeltem azt, hogy néhány évet akár Amerikában fog tölteni, hiszen ott az innovációnak és a diplomáciának, egyébként mind a kettő érdekel engem, ott van talán, a, a, ott lehet a legtöbbet tanulni. És amikor ö, emlékszem, hogy, hogy egy, egy ázsiai lány ült mellettem a repülőn, és szóba legyettünk, és ő elkezdett beszélni egy vírusról, aztán a többit már mindannyian tudjuk, hogy, 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 hogy ennek milyen hatása Cs volt rád utána ránk. <laughs> Nem tudom, nem. én is túlestem Te egyébként a betegségem. Lehet, már hogy én voltam, bocsánat. <laughs> Minden esetre, amikor, amikor lezárták a határt, és már, már, már megvolt a vízumom, de utána nem engedtek ki, újra kellett gondolnom az életemnek a terveit. És rengetegen voltak, akik, akik akár depresszióba estek, vagy ezért ez egy nagyon nehéz időszak volt sok mindenkinek, de, de arra viszont nagyon jó volt, hogy meg kellett állni és, és átgondolni a nagy, az igazán fontos dolgokat az életben. Én, az első néhány hónapot úgy töltöttem, hogy kertészkedtem a szüleimmel, és közben gondolkoztam, mert egy ilyen rohanás volt előtte az életem. Egy... Jó nagy kertetek lehet a szülőknél, akkor ezek szerint, hogy azért <laughs> kertészkedtetek? É éppen van egy ilyen kis kertünk, amiben egy gyümölcsöst kezdtünk el építeni. Nekem így a természetközelség az egy ilyen alapvető ilyen élmény a gyerekkoromból. Tudod, hogy zöld kedvenced. Hát ezt nem tudtam, de majd elgondolkozom. Már csak lehet. tippeltem, a színe nem miatt az a zöld, azért gondoltam, hogy szeretem, hát a zöld. Szeretem a zöldalma. Ja, úgyhogy igazából innen, innen fakadt az a felismerés, hogy, hogy, én, hogy azt az időt, amit, amit kaptam, azt, a, azt az energiát, ami van bennem, azt valami produktív, értékes dologba akarom belefektetni. És az alapító is ez egy hasonló folyamat volt. Egyébként a Bence az üzlettársam, ami szintén külföldön volt, valahol Ázsiában, amikor, amikor elkezdtünk beszélgetni és ő meg kérekett, és kénytelen volt a tengerparton tölteni néhány hónapot, Ó, nem yeah. Viszont annyira nem bírta semmit tevést, hogy néha fölhívott, hogy figyelj, Albert, van egy ilyen vállalkozás ötletem, és akkor általában az ötletfázisban maradt a dolog, de, de amikor összeállt egy vizsga előtt, az utolsó egyetemi vizsgám előtt éjszaka az a koncepció, hogy én az ételmentéssel akarok foglalkozni, és ilyen formában, és utána fölhívtam a Bencét, és mondtam neki ezt az ötletet, akkor mind a ketten éreztük, hogy na igen, ez az ötlet az, amivel érdemes foglalkozni, és utána szintén egy igazából véletlennek köszönhetően futottam bele Botiba és Kirillbe, akik az alapító társaim lettek később. Ők tőlem függetlenül elkezdtek gondolkozni azon, hogy egy ételmentő vállalkozást érdemes beindítani, hiszen ez az egyik legbutább probléma, mert rengetegen ennék meg ezeket az ételeket, egyre drágábbak az ételek, létezik az éhezés is, és közben jó minőségű ételeket dobnak ki az üzletek. Meg pékségeknek akartak ilyet fejleszteni, nem? Jól, jól olvastam? Az egyik üzlettársamnak, Botinak volt a, szintén a Covid alatt egy olyan vállalkozása, ahol a pékségeknek segítettek a házhoz hiszen akkor még ki se lehetett menni az utcára. És nyilván az a, az a tudás, ami abból származott, meg az, hogy elkezdett a vendéglátásban egy ilyen digitális szolgáltatással foglalkozni, a nagy segítség volt a muncs alapjaiban is. Hogyha most ez egy filmben játszódó alapító történet lenne, akkor lenne egy nagyon nagy összeveszés a négy fiú között, egy nagyon nagy nézeteltérés. Soha nem volt probléma, tehát hogy ti mindig egyetértésben dolgoztatok, vagy azért vannak zökkenők, amiket helyre kell pillenteni. Az első időszak igazából arról szólt, hogy hogy azt gondoltuk, hogy mi egy demokratikus vállalkozást akarunk csinálni. Szép -szé 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 álom a demokrácia, tudod? <laughs> Ez egy nagy, egy hosszú uh, uh, tanulási folyamat volt egyébként. Pont Moldván Andrással egy, uh, egy, uh, egy uh, meghívott egy TikTok videó videóforgatásra, és pont erről vitatkoztunk, hogy lehet-e demokratikusan vezetni egy vállalkozást. Azóta én is sokkal árnyalatabban látom a dolgokat nekünk. F főleg ha négyen vagytok benne, akkor főleg nehéz. Igen. igen. Viszont uh, Pont az, amit, amire kérdeztél, hogy hogyan lehet kezelni az ilyen konfliktusokat, nekünk ez azért volt nagyon értékes, ez az első időszak, mert azt mondtuk, hogy addig nem fogunk kimenni a szobából, amíg nincsen egyetértés a főbb stratégiai kérdésekben, és volt olyan, hogy akár egy fél napon keresztül bent ültünk és vitatkoztunk. Sz azt hiszem, hogy erre ment ez a három év, tudod? <laughs> az elmúlt hát három az év, első, szobába hát az első néhány hónap az mindenképpen erről szólt, ez ahhoz kellett, hogy megértsük egymásnak a gondolkodásmódját, összecsiszolódtunk és utána jól leosztottuk a szerepeket, hogy mindenkinek legyen a maga területe, a sales, a termékfejlesztés, a kommunikáció és az egyéb operatív dolgok, ezek szerint, vagy ez a négy fő terület, az szerintem minden vállalkozásban ott van, és ezeket elosztottuk egymás között, és most, hogy már így összecsiszolódtunk ezeknél a kemény vitáknál és, és beszélgetéseknek a során, már néhány fél szóból megértjük egymást, és tudjuk, hogy mik az erősségei és gyengeségei a másiknak, és így tudunk csapatjátékosként dolgozni. Konfliktusok, nézeteltérések folyamatosan vannak, viszont van egy olyan közös álláspontunk, hogy mi ezeket megoldani akarjuk, és ennek köszönhető, hogy, hogy, hogy fejlődni tud a muncs is. Hányan dolgoznak nektek jelenleg? Igazából a három országban körülbelül 50 ember ö, dolgozik a projekten, van, aki diákként, van, aki részmunkaidőben, de körülbelül 50 ember ö, napi szinten foglalkozik ezzel a projekttel. És ö, ahogyan újabb országból is el fogunk indulni, ez, ez egyre gyorsabban növekszik, és néha egész ijesztő belegondolni, hogy 20 hogy pár évesen ö, néha mekkora felelősséget ö, var az ember a saját nyakába. Viszont nagyon élvezem ezt a kihívást. Pont ezt akartam kérdezni, hogy te vagy ugye a rangidős a csapatban, most 25-26 éves vagy, mennyi vagy pontosan most? Um, 26. 26 vagy. A többiek fiatalabbak, ugye? Tehát, hogy Igen, tudom. de csak egy-két évvel. Hmm. Mi a, a jellemző mostani 20-as korosztályra? Mert én hallok ilyen rém történeteket, hogy a munkához való hozzáállás az eléggé inog, és hogy az, a 20 évesek azok kicsit már máshogy állnak hozzá a munkához, gyorsan otthagyják az állásokat, hogyha arról van szó. Ti mit tapasztaltok ebben? Én azt gondolom, hogy egyébként érdemes és jó Y- és Z generációs kollégákkal dolgozni, mert az biztos, hogy a mi generációnak más a munkahoz való hozzáállása, nem ugyanazok a szempontok számítanak, viszont én egyáltalán nem tapasztalom ezt a mi hasznosságot, vagy nem tudom, amire te utaltál. Én azt, azt, azt érzem, hogy, hogy, hogy a mi generációnknak már nem csak a fizetése fontos mondjuk egy munkahelyen, hanem azt, azt, gondolják, hogy, hogy az idejüket értelmesen akarják eltölteni, és hogy mi az a misszió, mi az az ügy, amit előre visznek, az nagyon nem mindegy. És hogyha, hogyha, hogyha ez egy olyan dolog, amivel tudnak azonosulni, akkor belerakják azt az extra munkát, amire szükség van, hogy kiemelkedő teljesítményt tudjanak nyújtani. Viszont, hogyha nem kapják meg akár azt a megbecsülést, és nem csak anyagi, hanem bármilyen emberi értelemben, akkor valóban gyorsabban váltanak. Viszonylag nagy a munkerő hiány, bizonyos szektorokban, főleg ahol mi is vagyunk, ezért, ezért, ezért is fontos az, hogy, hogy ne csak egy munkavállalóként vagy egy, egy, eszközként tekintsünk egymásra, hanem emberként figyeljünk oda, és ebben rengeteget kell egyébként tanulnunk arról, hogy például nekem is vezetőként, hogy, hogyha valakinek valamit mondok, akkor súlya van a szavaimnak, ha valakinek ugyanazt mondom, akkor az lehet, hogy őt motiválja, de hogyha másnak mondom ugyanazt, uh -huh. akkor az pedig ö, tök rosszul érzi magát és összeomlik. Úgyhogy, úgyhogy ezeket az emberi finomságokat igazából erről szól egy vállalkozást építenie. Ugye ezt mondod, hogy nagy a munkaerő hiány, mert azt gondoltam volna, hogy a 20-as generáció az kifejezetten szeretne ezt állapoknál dolgozni. Tehát az ilyen izgalmas új terep, macsatéval lehet előre halladni a bozótosban, nem így van? Ez így van. Nálunk mindenképpen így van. Van olyan kollégánk, aki ö, három havonta ö, váltott ö, pozíciót, és 20 évesen egy, egy olyan vezetővé vált, aki alá kb. 10 fős csapat tartozik, ami egy olyan gyors karrierpálya, ami mondjuk egy multinál mondjuk 10 év alatt megy hmm. végbe. Ö, úgyhogy biztos az, hogy, hogy sokkal gyorsabb, meg nagyobb lehetőség van, hogyha az ember egy startupnál dolgozik, viszont komfortosnak kell lenni a folyamatos változással. Ami, amit nem mindenki bír. Tényleg? Az idősebbeket azt tudom, hogy nem bírják a változás, de a fiatalabbakról azt gondolnám, hogy imádják, hogy változik minden, is, és mindig új, dolgok, új dologba kell magukat kipróbálni. Én úgy én azt érzem, hogyha minden nap, amikor fölkelek, és bemegyek a munkahelyemre, akkor és megnézem, hogy mondjuk milyen e-maileket kaptam, vagy mi történik ma, akkor így minden nap azt látom, hogy radikálisan megváltozik minden, ah. és amiről tegnap azt gondoltam, hogy igaz, azt meg kell kérdőjelezni, és hogyha azt gondoltam, hogy valami éppen jól megy, akkor pont ott kiüt egy krízis, és igazából ez egy olyan, olyan talán a legjobb hasonlat ez az, hogy egyik befektetőnk mondta ezt, hogy, hogy ez egy repülőgép, ami felszállt, de közben kell felszerelni a szárnyakat. Úgyhogy, hogyha valaki komfortos az ilyen, ilyen akciókkal, és, és tudja, hogy, hogy, hogy itt, itt van kockázat, viszont sokkal nagyobb a, 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 azok a sikerek, amiket itt el lehet érni, akkor válasszon egy startupot munkahelynek. Tehát a bizonytalansági faktor az erős állok? Ö, nem minden munkakörben, de egyébként vezetőként biztosan. A startupok ugye azok a fura... Ö, fura csoportok, vagy fura cégek, amik, mint tudom, ilyen négy napos munka napokat hirdetnek, és nem tudom, van dühöngő szobájuk, vagy a nyugi szobájuk. Hát van valami ilyen extra, amivel felszerelkeztetek? Talán, talán az, ami szokatlan lehet másoknak, hogy, hogy, ugye mi kajával foglalkozunk. Mindenki imádja a kajákat megmenteni, és tele és van... Megenni. És megenni. <laughs> és ezért tele van ö, ö, mindenféle csokival meg édességgel a, a, az iroda. Egyébként sok, so, együtt szoktunk muncsolni. De és... hogy van fogoros együttműködésetek. Tehát, hogy lehet menni a kollégáknak olcsóban fogorvoshoz, egy sok-sok és cukorka után. Ez jó a... lehet, <laughs> lehet, hogy majd be kell vezetni egy ponton. Egyébként, egyébként a legtöbbünk nem dolgozott egyébként nagy vállalatoknál, ezért nem is feltétlenül van visszahasonlítási alap, hogy hogy kéne, hogy kinézzen egy normális munkahely. Nálunk egy pesgés van, színes és, és, és játékos, de közben komolyan veszi mindenki a munkáját, úgyhogy nagyjából így kell elképzelni ezt a közeget. Mondjuk te a legjobb én a Google-nél szocializálódtál, nem? Vagy ott volt egy ilyen tanulmányi e, időszakon, úgyhogy nagyjából látható, hogy hogyan működnek a dolgok? Igen. Álmom az, hogy hasonlítson a Google irodához, majd egyszer a is, mert egyre nem tartunk ott, ott vannak például csúzdák az irodában, meg van olyan medence, amiben, hogyha hiába úszol, egy helyben maradsz, mert ilyen sodrás van benne, meg nem tudom a a WC ülőkének is mindenféle okos funkciója van, amiket most nem részleteznék, de hogy, 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 hogy ott már lehet, hogy egy kicsit a ló túloldalán vannak, de, de egyébként mi is igyekszünk arra figyelni, hogy legyen olyan az irodai közeg, amiben szívesen bemennek az emberek, de mivel nagyon gyorsan növekszik a cég is, és nagyon sok a munka, azért néha nálunk is. Még egy ilyen, vannak ennek nyomai, hogy folyamatos változás történik. Mi a helyzet a startupoknál? Mert pont láttam a, a Petyával egy interjút az atv ahol azt mondta, hogy viszonylag nehéz helyzetben vannak most, mert pont azok a források lettek megcsapolva, amiket a, a befektetők a startupoknak szoktak nyújtani. Milyen helyzetben vagytok most? A muncs az, az elmúlt időszakban az egy elképesztő növekedésen ment keresztül közel tízszeresére nőtt az megmentett ételeknek a száma, amit mondjuk egy évvel ezelőtt, egy mondjuk tavaly júniusban sikerült megmentenünk. Úgyhogy, úgyhogy azért ez egy olyan növekedés, amit hogyha berakja az ember a pénzét a bankba, vagy vagy pedig akár állampapírba fekteti, azért ott nem tízszeres növekedés lehet elérni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a, a kiemelkedő növekedésre bíró startupok tudnak tőkét bevonni, viszont én is azt látom, hiszen most is éppen egy tőkebevonásban vagyunk, hogy sokkal óvatosabbak a befektetők, és míg azok a történetek, a, nem tudom, a repülőautók, vagy a bármi olyan ö, nagy ambíció, ami, ami egy nagyon hosszú távú, nagyon ö, nehezen megfogható víziót próbált eladni a befektetőknek, azok nehezebb helyzetben vannak. Viszont ö, pontosan ezért fókuszálunk mi is arra, hogy elsősorban a, a bevételből tudjuk igazdálkodni a költségeinket de ugyan minden más startup, még, még, nekünk is ez egy hosszú út, hogy nyereségesek legyünk. Ugye a, az apnak az indulásakor, akkor ti is szélszeltetek, tehát hogy ti mentetek ugye a kávézókhoz, pékségekhez és különböző éttermekhez. Mennyire vettek benneteket komolyan 20 évesen, 20 éves kor elején? Tehát, hogy nem azt mondták, hogy a nem tudom, kis gyerekek menjenek innen az app ötletükkel, hanem nyitottak voltak rátok? Hát Nekünk ez volt a legnagyobb félelmünk, amikor a Kirillel, Botival és Bencével a, a Nagymamám Napaliában összegyűltünk, hogy, hogy vállalkozást csinálunk, akkor, akkor ez volt az első kérdés, azt hiszem Botiban fölmerült, hogy na, és akkor hogyan fognak minket komolyan venni? Mondtam neki, hogy figyelj, itt van egy ilyen prototípus, amit egyébként én nagyon egyszerű módszerrel raktam össze még az interneten és, de már egy, már egy végül is többé-kevésbé működő applikáció volt, és lesétáltunk a legközelebbi, azt hiszem egy kurd kebaboshoz, és megmutogattuk, hogy ez a koncepció, szeretnénk beszélni az üzletvezetővel, meghallgatta, gondolkozott rajta, és mondta, hogy hát ez igazából jó. Hogyha átgondolja az ember, és belenéz a pultba, és látja, hogy minden nap ki kell dobni jó minőségű ételeket, akkor ki ne akarna a veszteségből bevételre szertenni. Azért ez egy hosszú folyamat, és nem mindenki érti meg ilyen gyorsan, de, de alapvetően szerintem, főleg onnantól kezdve, hogy most már több ezer vendéglátóhely csatlakozott hozzánk, mindenképpen komolyan vesznek minket, de az első időszakban is megvoltak azok, akik hallandóak voltak néhány egyetemistának bizalmat szavazni, és mi azon dolgozunk, hogy nekik és másoknak sem fogunk okozni csalódást. Gondolom a mostani spáros együttműködés sokat lendít az egész megítélésén, ugye? Tehát, hogyha egy ekkora partner érkezik a, a projekthez, akkor az komolyan vehetőséget is növeli. Nyilvánvalóan az, hogy, hogy egyébként most országosan legtöbb településen már elérhető a muncs, az, azt, az nagyban segítette ez az együttműködés is, de egyébként egyre több nagy hálózat és lánc csatlakozik hozzánk, de valóban a legtöbb egységgel a SPAR csatlakozott, ami, 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 aminek nagyon örülünk, hogy, hogy ők is meglátták a fantáziát, hogy a muncsal érdemes ételt menteni. De ugye a spárnál például ott Mindegyik spár benne van a leosztásban, vagy mondjuk a kiemelt interspárokval lehet? Minden ezeket... spár és minden interspár csatlakozott. Ez nem tudom a pontos számot, de, de közel 400 vagy talán a fölötti egységről van itt szó. De most Ön... arra gondolok, hogyha mondjuk a én szüleim élnek Veresegyháza mellett, és hogyha a Veresegyház is párba szeretnének muncsolni, akkor tudnak tulajdonképpen, igen. tehát hogy vidéken is ezzel igen, 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 így van. És, és, és nekünk ez nagyon fontos volt, meg hát a felhasználóinknak is naponta kaptuk a kommenteket, hogy mikor lesz elérhető mondjuk Veresegyházán a, a, a muncs, és igazából most már szinte minden nagyobb településen vannak partnereink, de, de, folyamatosan várjuk az újabb vendéglátóhelyek és üzleteknek a csatlakozását. Hm. Itt ugye arról van szó, hogy, hogy kis összegért lehet ezeket a, a beszereznie a, a felhasználónak. Nektek honnan van ebből pénzetek? Igen. Ez úgy néz ki, nagyon egyszerű, ez üzleti modell. Már a a zsebetekben, tudod? Igen. <laughs> szóval igazából egy, egy, egyszerű üzleti modellünk van, ugyanúgy, mint más akár ételrendelő alkalmazások, egy jutalékkal dolgozunk ebből tudjuk a költségeinket fedezni, úgyhogy ez a mi árvövételünk. De akkor ezt jól kiszámoltátok, mert ugye a kis összegből kicsi jut hozzátok tulajdonképpen, gondolom. Igen, viszont nálunk nagyon fontos az, hogy, hogy személyes átvétel történik, mm. ami például azt is jelenti, hogy nem, nem kell plusz költséggel számolni, ami a kiszállításra járna, ezzel is tudjuk elérni azt, hogy a lehető legkedvezőbb áron tudjanak a vásárlók kételt menteni. Hogyan terjeszkedtek külföldre? Mert uh, nyilván Magyarországon a kezetekbe tudjátok tartani a szállakat, és látjátok a napi történéseket. Itthon vagytok, uh, Mindent ismertek, minden, minden, minden működők képesen már zajlik, kitaláltátok. Hogyha ez mondjuk egy, egy Szlovákiában elindul, vagy el is indult, már úgy tudom, hogy jár, tehát ez a működő dolog, az hogyan, hogyan tudjátok kontrollálni, egyáltalán tudjátok kontrollálni? Ez egy nagyon fontos kérdés, és alapvetően már a kezdetekkor, igazából még, amikor először kitaláltam, hogy leyen muncs a neve ennek a vállalkozásnak. Ez mit is jelent? Ez annyit jelent angolul, hogy majszolni valamit. De igazából egy, egy ismerősömnek volt ez a beceneve, és nagyon megtetszett. És amikor rákerestem, hogy ennek még van egy ilyen angol jelentése, és akkor. És még kapcsolódik is ráadásul. Úgyhogy akkor azt is. mondtam, hogy hogy ez, ez egy jó név lett, és a srácoknak először nem tetszett a név, de, de idővel ők is megbarátkoztak vele, és most már mindannyian nem tudom, szerintem az identitásunknak Mi a része. Mi volt a bajuk vele. Öm, például az, hogy hogyan kell ezt leejteni, leírni, meg hogyan kell kiejteni. Aha. És egyébként az első időszakban úgy írtuk, hogy muncs csével. Mm. Aztán néhány hét múlva rájöttünk, hogy mi nem egy magyar vállalkozást akarunk építeni, hanem egy nemzetközi sikersztorít, és ezért az angolos kiejtéssel, vagy hát leírással MUNCH-ként írjuk, viszont a legtöbb felhasználónk muncsnak ejteni, külföldön egyébként meg uh -huh. hívják. Kérdezted, hogy hogyan tudtunk terjeszkedni? Itt igen, az első talán ez, hogy, hogy hogyan a nevünket is angolra változtattuk az első hetekben elkezdtük a belső kommunikációnkat is egyébként angolra váltani. De angol kommunikáltok egymással? Nem, 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 feltétlenül, amikor van egy, mondjuk egy megbeszélésünk, de mondjuk az írott dokumentumokat elkészítettük angolul, akkor is, amikor Magyarországon Aha. voltunk. Ami ilyen fura dolognak tűnik, vagy tűnhet valakinek, viszont ez komfortossá tette folyamatosan a csapatot, hogy alapból mi egy nemzetközi feljel gondolkozunk, hogy ez hogyan lehet sikeres. És ami a legnagyobb lépés volt a, a muncsnak az életében, a nemzetközi terjeszkedés tekintetében, az az volt, hogy, hogy a mi is kitaláltuk néhány évvel ezelőtt egymástól függetlenül ezt az ötletet. Csehországban is volt egy srác, Jakubnak hívják, aki, aki elkezdett dolgozni egy hasonló koncepción. És amikor mi úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a régióban terjeszkedni, akkor láttuk, hogy már ott működik egy hasonló alkalmazás és felvettük vele a kapcsolatot, elkezdtünk félúton Pozsonyban találkoztunk, elkezdtünk ismerkedni, hogy, hogy megismerjük egymást először bizalmatlanul, aztán amikor rájöttünk, hogy egy, egy olyan olyan uh, sráccal van uh, dolgunk, mint amilyen mi is vagyunk. De hogy találtatok rá egyáltalán, vagy hogy akadtatok össze? Ezt egyszerűen csak az interneten uh, Kerestük, hogy kik lehetnek a mi versenytársaink, Aha. és így találtuk. Neki már volt egy alkalmazás Igen. tulajdonképpen? Ha? Igen, ez egy, ez egy működő alkalmazás volt, viszont ő egy kicsit elakadt a csapatépítéssel. Ő nagyon magá, egyedül volt igazából ö, alapító abban az időszakban, és egy kis csapattal dolgozott. Nálunk pedig ö, már rengeteg tudás összegyűlt a különböző területekről, amiket részleteztem korábban. És amikor és rájöttünk, hogy igazából ugyanazért a célért dolgozunk, és hasonló hozzáállással, akkor úgy döntöttük, hogy, hogy egyesítjük a két céget. És a Nesnezeno, ez volt a neve a cse, vagy ez a neve a cse muncsnak igazából, az beolvatta a muncsba, uh -huh. és utána együtt indítottuk el a, a szlovák piacot is, miután a, a cseh piacon is átvittük azt a megoldást, amit mi már korábban Magyarországon képítettünk. És ott is vannak szélzesek, akik ketté fizettek tulajdonképpen a, a teljesítés alapján gondolom, nem? Igen, vagy egy igen. van fix ö, havi keresetük, vagy pedig ez teljesítés alapján működik? Ö, általában ezeknek a kombinációja szokott lenni, ö, ők az ételmentő nagykövetek, akik járják a, a várost, és vannak, akik kifejezetten nagy láncokkal foglalkoznak, van, akik ö, kisebb pékségekbe, vagy üzletekbe kopogtatnak be, vagy írnak akár az interneten keresztül. Úgyhogy, úgyhogy, igen, egyébként a legtöbb, legnagyobb része a csapatnak az pont ezzel foglalkozik. Azt látom, hogy Magyarországon elég sok kávézó, pékség, bolt csatlakozott hozzátok. Külföldön, tehát Szlovákiában, Csehországban milyen arányban vannak a csatlakozók, és milyen arányban azok, akik azt mondják, hogy Bocs, ebből én nem kérek? Um, alapvetően uh, most pontos arányokat nem fog tudni mondani. Hát csak én nagyjából de, gondoltam. De egyébként például ott is az összes Starbucks csatlakozott hozzánk, meg, meg Szlovákiában is, azokban a városokban, ahol jelen vagyunk. Uh -huh. Úgyhogy például ezek a kávézók is nagy csatlakoznak. És sokan vannak, akik akár néhány évvel ezelőtt elküldtek minket, hogy hát én ezzel nem akarok foglalkozni. És amikor látták, hogy hogy, hogy, hogy egyre többen csatlakoznak, és ez kvázi mainstream még kezdett válni, hogy hogy, hogy hát mentsük meg az ételt a muncsal, akkor egyre, egyre, többen jöttek rá, hogy egyébként ez nem is annyira bonyolult, és nem is annyira rossz dolog, hogyha plusz bevételre tesznek szert a feleslegből. Merre fogtok még terjeszkedni, hogyha van olyan, amit elmondhatsz ezek közül? Folyamatosan nézzük ezeket a piacokat, és, és az biztos, hogy a következő időszakban még így a régióra fogunk fókuszálni, nézzük Romániát, Görögországot, Bulgáriát, Horvátországot is, és, és, már tárgyalások folynak arról, hogy, 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 helyi partnerekkel, akik potenciálisan csatlakoznának. Úgyhogy most még azért a konkrétumokat nem fogom elárulni, de, de érdemes követni, mert, mert nagyok az ambíciók, és az a cél, hogy miután a régiót megjudítottuk, a tengeren túlon is bevezessük majd a vállalkozást. Tehát Amerika a cél nem csak Amerika van tengeren túl, hiszen ázsia, Ázsiát is elválasztja, meg Ausztráliát is nem néhány mondjam, tenger. Be, tudod. Ott nem tudják ellenőrizni az applikációnak a, nem tudom, az aratait. Hát... Uh, a tényleg, te nem féltek egyébként az ázsiai országokból, hogy ott van egy nagyfajta felügyelet? Érdekes mondom, abban, amit uh, mi csinálunk, uh, végül is ételrendeléssel foglalkozunk, bizony uh, bizonyos szempontból akár afrikai országok, meg ázsiai országok előttünk vannak. Teleg? azért, mert érdekes, mondom, kihagytak bizonyos lépéseket az digitális evolúcióban, például um, például am, ö, Kínában ö, éppen most volt a bátyám és ö, mesélt, hogy épp, senki nem használ bankkártyát, mindenki a telefonjával fizet. Ö, hamarabb megérkezett ez a dolog, vagy például Afrikában? Én órával szoktam. Igen. Ö, vagy például Afrikában nem nem például telefonnal fizet, de például buta telefonnal, gombos telefonnal is lehet uh, fizetéseket bonyolítani, SMS-ben fizetik ki akár az a zöldségesnél a, a, dolgokat, e, és de nagyon érdekes módon más, máshogyan alakult a, az ilyen digitális fejlődés. Egyre sokkal több dolgot intéznek okos telefonon, mi még használunk számítógépet, ők kevésbé például Afrikában legalábbis elkezdtünk piackutatással foglalkozni, és ilyen meglepő dolgok jöttek ki. Úgyhogy az biztos, hogyha mi tengeren túlon fogunk terjeszkedni, akkor adaptálódni kell, és meg kell változtatni bizonyos dolgokat, amik működnek itt a régióban. Viszont mivel azt gondoljuk, hogy mindenhol probléma az ételpazarlás, meg fogjuk találni annak a módját, hogy hogyan tudjuk ezt csökkenteni. Az, hogy nincsen futárszolgálat csatlakoztatva a muncshoz, ez egy, ez egy szándékos döntés, vagy pedig esetleg ez fog a jövőben változni? Kérdezem én ezt a lusták nevében, akik mondjuk lehet, hogy segítenének, és egyébként rászállnának még, mint a 500 forint pluszt arra, hogy a házhoz kivigyék a, a muncsukat, de mondjuk lusták elsétálni az adott helyre. Igen, egyébként ez egy olyan dolog, ami felfelmerül, és nagyon sokan kérdezik tőlünk. Úgyhogy egyébként... Olyan esetekben, ahogy egyébként, ahol egyébként erre szükség lenne azért, hogy meg tudjunk menteni egy adagételt, mondjuk egy olyan élelmiszergyártó céggel dolgozunk együtt, akinek nincsen saját üzlete, ami, ami, be lehetne menni, akkor egyébként már most is alkalmazunk házhoz szállítást. De amúgy ö, egy több fontos része a muncsnak a, a személyes találkozások. Ez egy ilyen közösség igazából, a, és az is számít, amikor személyesen valaki a boltból, boltba bemegy, és van néhány kedves szava, vagy van, hogy írnak egy kedves üzenetet akár a csomagra, ami, ami tök fontos mindenkinek, uh, illetve mivel limitált az, hogy meg, mennyi felesleg keletkezik egy adott üzletben, ezért uh, nem úgy kell, nem, nem több száz adagételről van szó, amit mondjuk egy boltban meg lehet venni, hanem pár tízről inkább, uh -huh. és uh, amíg uh, igazából szívesen elmennek érte az emberek, és így is uh, a nagy részét el tudjuk adni ezeknek az ételeknek, nem feltétlenül látjuk azt, hogy hogy erre szükség van, pláne, hogy ennek akár lehet környezeti lábnyoma is, hogyha mondjuk nem tudom, robogóval szállítjuk ki ezeket hát az ételeket. Csak futárak, tudod. Mondom ez, ez, a megoldás. Ez, ez, ez Nyilván, ti is erre. egy olyan dolog, amiről sokat gondolkodunk, nem teljesen kizárható, de jelenleg ez egy nagyon fontos része, hogy személyesen veszik át az nem embereket. Csak azért, azért is gondoltam ezt, mert ugye a te generációd, a huszadik generáció még szívesebben mozog, mozgékonyabb, sétál a városban, bandázni egybe be a városba, útkeze felveszi, de szerintem már az én generációm például nem ennyire mobilis. A, érdekes mondan a muncsot nem az én generációm te használja nem? a legnagyobb, ö, mértékben uh, rengetegen vannak uh, olyan uh, 10-20 évvel, De igazából szinte minden korosztályban uh, egy nagyon erős jelenléte van a muncsnak. 65 év fölötti korosztályból is például rengetegen vannak, akik, 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 szívesen elsétálnak érte, és egyébként pont a Covid alatt, amiről már beszéltünk, a nagyszüleink is megtanulták használni az okos telefont, mert mondjuk itt tudták az unokáikkal tartani a kapcsolatot, most megtanulták azt, hogy hogyan lehet féláron ételt rendelni, és egyébként nagyon szívesen használják, és nekünk az a célunk, hogy olyan egyszerű legyen, hogy, 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 hogy bárki meg tudja rendelni a muncsokat ezen keresztül. Gondolom, amikor elkezdtétek ezt fejleszgetni és ötletelni ezen, akkor euh, volt egy ilyen nagy fiatalos elán egy hív, amivel nekiindultatok, úgyhogy valójában egyik őtök sem volt még tapasztalt ezekben a fejlesztésekben, vagy akár a munkavállalásban. Volt olyan zsákutca, amivel futottatok a, a munka folyamán? Rengeteg rengeteg zsákutcába futottunk bele, viszont ezek a hibák, amiket elkövettünk, ezek mind keletek ahhoz, hogy megtanuljuk, hogy hogyan, hogyan érdemes, hogy megtaláljuk a jó megoldást, mert mert bele kell menni ö, a zsákutcákba ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy melyik az az út, ami a célhoz vezet. És. Ö, Mi volt ilyen? Tudsz példát mondani, vagy, vagy hajlandó vagy példát mondani? Ö, talán most már így három év távlatából ö, nem haragszanak a kollégáim, se, hogyha ezt elmondom. Például ö, volt olyan, hogy ö, hogy mi ugye térkép szolgáltatást használunk az abban, azért egy térképen lehessen látni, hogy, uh -huh. hogy hol elérhetők a muncsok, és kérje mindig, hogy milyen távolságra van tőlünk a, 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 a legközelebbi muncs. És a háttérben az, hogy ezt kiszámoljuk ezt a távolságot, az egy nagyon bonyolult algoritmus számolta ki, hogy a, hogy, hogy a különböző közlekedési módokat összevetett, és néhány hónap működés után igazából ten, két hónapja létezett ez a cég, megkaptuk az első számlát a, Google Maps-től, hogy, hogy egy ilyen, azt hiszem valami, tehát sok ezer dolláros számla volt, ami többszörös annak a pénznek, mint ami egyébként nekünk összesen volt mm. akkor. És, és, akkor mondtuk, egy egymásra néztünk a srácok, hogy hát srácok, akkor ez egy jó ötlet volt, ez egy jó, jó kis örülök, hogy találkoztunk. Itt a, csőt. itt, itt a vége ennek a sztorinak és utána egyébként kaptunk egy kedvezményt, és végül nem kellett kifizetni ezt az összeget, és ennek köszönhető, hogy tovább tudtunk menni, de nagyon sok ilyen dologba belefutottunk. Azt se tudtam, hogy ezért kell fizetni. Hát mi se tudtuk. <laughs> Itt a meglepetés ereje. <laughs> Igen. Ez, ezekről a hibázásokról, meg csak annyit szeretnénk mondani, hogy, hogy igazából azt fogalmaztuk meg, és ezt is egyébként a Google-nél töltött időszakban tanultam meg először, vagy hát ott erről volt szó, hogy, hogy, a, hogy a hibázásnak a kultúráját kell kialakítani egy innovatív vállalkozásnál. Náluk ez úgy nyilvánul meg, hogy van egy, egy, egy ilyen félig titkos laboratóriumok, ahol a, az ilyen moonshot factory-nek hívják, ahol, a, ahol nem kétszer-háromszor olyan jól akarják a dolgokat csinálni, hanem százszor, ezerszer, és az új internetet, és az új, és a mesterséges intelligenciát, az önvezető autókat, álmodoznak egyébként álmodoznak a Magyarul Google earth is egy, onnan, onnan hozták ki, a Google Lens, ezek az okos szemüvegek, amik... Hát az álmodozók Gyakorlatilag tenni. igen, és, hogy, és ott például ö, Körbevezettek engem, mutagadták a robotokat, és arról beszéltek, hogy ezeknek a projekteknek a nagy része az soha nem lesz működőképes, viszont hogyha nem alakítjuk ki azt a kultúrát, hogyha te hibáztál egyet, arra büszke legyél. Akkor, akkor, az első hibázás után a mérnökök fel fogják adni a, a, harcot. És, és a startupoknál is ez így működik, százféle módszert meg kell próbálnod, míg megtalálod az utolsót, ami működni fog, és mi próbálunk egymás irányába is így fordulni, hogyha hibáztál, az, azra legyél büszke, az meg. Van egy ilyen, ilyen, csatornánk, egy, egy ilyen üzenet, egy ilyen Teams csatorna igazából, aminek az a neve, hogy fuck up and learn, hogy hibáz, viszont tanulj belőle, és ugyanazokat a hibákat ne kövesd el újra, és oszd meg másokkal azt a tudást, mert a, mert, a, mert a, a hülye gyerek az tud a saját hibájából tanulni, de az okos, az, az, mások hibájából is tud tanulni, és az a cél, hogy, hogy, hogy akár egymás hibájából is tudjunk tanulni, de, de legyünk hülye gyerekek is, akik hibáznak, és, és hogyha kell, akkor a saját bőrünkön tanuljuk meg. Mert de, ez természetes. Ez például sokkal jobb, mint a csúszda szerintem. Hogyha már a startupos vonalról beszélgetünk és az innovációkról. Bizonyos dolgokat át kell hozni tőlük, bizonyos dolgokat nem. Szerinted, hogyha mondjuk ezt a videót nézi egy otthon álmodozó fiatal, aki mondjuk szeretne appokat fejleszteni, vagy legalábbis valami olyan dolgot kitalálni, ami előre fogja vinni a világot, és jobb helyét teszi a világot, akkor milyen tanácsokkal érdemes őt ellátni? ne adja fel az álmait, tehát ilyen kell neki mondogatni, vagy van valamiféle konkrétabb, amit te át tudsz adni? Én elég gyakorlatilag szeretem megközelíteni ezt a kérdést. Talán a legfontosabb dolog az az, hogy ne gondol túl. Az, hogyha van egy ötlet, akkor ö, akkor ne, nem érdemes erről álmodozni, hanem, nem le kell ülni. Nekem, nekem igazából ugye a muncs, másnapján volt az utolsó egyetemi vizsgám, amit említettem is, és viszont annyira elkapott ez a gondolat, hogy hajnalig felmaradtam, és elkezdtem kutatni az interneten, de reggelre már összeállt egy félkész honlap, most már bárki tud akár egy honlapot készíteni. Vannak, akiknek van egy nagy ötletük, ez akkor mondjuk a második tanács, és ezen így ülnek, és gondolkoznak rajta, és titkolják, hogy nehogy valaki ellopja a nagy ötletet. És be kell látni azt, hogy az ötlet az a legkönnyebb része, az a legegyszerűbb része, és a megvalósítás az az igazán nehéz, és az az igazán fontos része, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, hogy kezdje el, tesztelje kicsiben, uh, hogyha már félkész terméke van, akkor azt mutassa meg másoknak, hallgassa meg a visszajelzéseket, és folyamatosan alakítsa azok alapján. Úgyhogy nagyjából ez a két dolog jutott most hirtelen eszembe. De a fiataloknak hány százaléka a képes szerinted erre ezt megugrani? Szerintem bárki képes, viszont, viszont fejben kell megugrani azt. Kell hozzá egy, egy túlzott önbizalom, hogy, hogy, az ember vállalkozó legyen, hogy higgye, hogy először ő maga higgye el azt, hogy én képes vagyok rá, és hogyha te elhiszed, akkor ez kisugárzik belőled, és mások is elhiszik a környezetedben. Hogyha, hogyha az ember fejben el tud odáig jutni, hogy hogy, 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 én ő elhiszi magáról, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy fölvállaljam az ötletemet, fölvállaljam a hibáimat egyébként, amit a legnehezebb, akkor, akkor képes arra, hogy, hogy megvalósítson valami komplex projektet. És ezért hit bennetek a giroszos? Ö, talán ezért. Látom a magabiztosságot, úgyhogy elhiszem, hogy hit neked a giroszos. Oké, okay, figyelj, mi a a tetejénnek, a történetnek mit gondolsz? A tengeren túli terjeszkedés, vagy, vagy, vagy valamiféle extra terv, ami majd a koronája lesz az egész projektnek? Óriási terveink vannak. A, uh, amiről eddig beszéltünk, az az volt, hogy, hogy, hogy ezt szeretnénk minél több országba eljuttatni. Az a nagy álmunk, hogy, hogyha vala, valahol keletkezik egy adag étel felesleg bármilyen üzletben, akkor az első gondolata ne az legyen, hogy kidobja, hanem az, hogy feltölti a muncsra. Ezt elkezd... Elkészít... Nem, nem is ez a rész, bocsánat, közbeszólok. közben szólok. Az érdekelne engem pontosan, hogy nagyon fiatalok vagytok mindannyian, te is még tök fiatal vagy annak ellenére, te vagy a rangidős a, a, vállalatban. Nyilván az életed végig nem ezt fogod csinálni, úgy sejtem. Tehát, hogy mi lehet az a pont szerinted, amikor te azt mondod, hogy én ez, ezzel kész vagyok, ez a projekt így nálam Tökéletesre fejlődött, mondjuk úgy, és most megkezdhetek valami más. De rengeteg ötletünk van. Igazából annyi ötletünk, hogy ki kellett alakítanunk erre egy rendszert, hogy hogy összértük az összes ötletünket. Körülbelül 20-30 olyan plusz szolgáltatás ötletünk van, amit szeretnénk beleépíteni a muncsba. És összértük az összeset, és megegyeztünk abban, hogy a következő egy évben az egyikről se fogunk beszélni, mert a fókusz kell tartanunk, hogy ezt a dolgot, amit most csinálunk, ezt tudjuk jól csinálni. Viszont, hogyha elértünk ebben bizonyos szintre, akkor akkor annyi mindent lehet még ebből kihozni, amivel még akár a következő húsz évben is nagyon jól el fogjuk magunkat szórakoztatni, hiszen felesleg az keletkezik, ugye nem csak a vendéglátóhelyeken, hanem ugye a szupermarketekben is, amivel már most is foglalkozunk, de egyébként élelmiszergyártó cégeknél is. Uh -huh. Ezzel is már foglalkozunk. Nem csak pénzért szeretnénk értékesíteni szert, hanem van, amit nem tudunk eladni, azt szeretnénk eljutatni nélkülözőknek. Ez a muncseriti program. Mind a kettő, ez a muncseriti és a muncsmarket már olyan kísérleti projekt, ami már fut, és ö, sikereket értünk el benne. És hasonlóan vannak még ötleteink, amiket talán most még nem fogok elárulni, de de rengeteg ö, munka van még abban. Úgyhogy látom azt, hogyha a következő húsz évben ezekkel foglalkozni, akkor se fogunk unatkozni. De egyébként tényleg benne van az, hogy akár ö, ö, mi fogunk fölvásárolni még cégeket, vagy beolvadnak más cégek a muncsba, hiszen sok ételmentő vállalkozás van, vagy az is elképzelhető, hogy mi leszünk majd a részesei valamilyen másik ö, cégnek. Nyitottak vagyunk bármilyen szenárióra, mi abban hiszünk, hogy ezt a missziót szeretnénk végvinni, és ez a legfontosabb. Mennyit dolgozol egy nap, mert a az ide felé jövet is él azt mondtad a telefonodon, tehát hogy mennyi a munkaidő, amit így eltöltesz a, a muncsal, vagy az azzal kapcsolatos dolgokkal. Igen, az a nehéz vállalkozóként, hogy nincsen olyan, hogy munkaidő, nem, nincs olyan, hogy vége van a munkának, hanem, hanem egy végtelen megoldandó feladat és végtelen ötlet az, ami, amivel kell és fekszik az ember. Úgyhogy ilyen nagyon mesterségesen kellett kialakítanom azokat a korlátokat, amik talán abban segítenek, hogy ne égjek ki teljesen nekem ez többedik vállalkozásom, régebben minden hétvégén végig dolgoztam, és aztán eljutottam egy olyan pontra, hogy hogyha, több, hogyha valamit nagyon tolsz, és nagyon, nagyon, sokat csinálod, akkor az a hatékonyságnak a rovására megy. És rájöttem, hogy a cégnek az érdeke az, hogy elmenjek a családdal kirándulni hétvégén, és ne beszéljek munkáról, Hogyha vannak olyan barátaim, hogyha megkérdezik, a ilyesmi újság a muncsal, akkor, akkor, akkor nem válaszolok semmit. Azért, hogy meghúzzam a határaimat, és ne, ne teljesen bolonduljak bele ebbe az egészbe. Viszont egyébként így a hétköznapokon általában már, már ébredés előtt a ilyen munkáról álmodok, és már azelőtt elkezdek dolgozni, és általában az utolsó gondolataim is ezzel telnek, és ezzel ugyanígy van minden üzlettársam. Uh, Úgyhogy, úgy, azért ezért figyelni kell ezekre a keretekre, de ezt nagyon nehéz lenne. Jobb is, hogyha nem számolom ki, hogy ez hány óra, mert lehet, hogy egy kicsit ijesztő lenne. Tehát akkor a hétvégék a szabadok ilyen szempontból. Így van. Mm. Így van. És uh, nagyon hálás vagyok a barátnőmnek is, mert hogyha vele vagyok, akkor se uh, munkára gondolok általában. És mivel vezetett le a feszültséges sportol, Tehát én tényleg nagyon magas fiú vagy, csak azért kérdezem. Vagy, vagy valami más uh, módszered van? Hát uh, igazából ezzel is próbáltam elég tudatos lenni, mert, mert egy idő múlva én testi tüneteit is kezdtem észrevenni annak, amikor nem foglalkoztam például az egészségemmel, mert annyit dolgoztam. Úgyhogy még arra jöttem rá, hogy nem lehet egyszerre mindent megváltoztatni. Volt olyan, hogy januárban megfogadtam, hogy akkor mostantól egészségesen eszek, sportolok, mindent máshogy fogok csinálni, és ez tartott két hétig. Úgyhogy utána a stratégiát váltottam, és ilyen kis szokásokra kezdtem el fókuszálni két évvel ezelőtt elhatároztam, hogy, hogy, hogy nem fogok egy pohár alkoholnál többet meginni, csak nagyon különleges alkalmakkor, és ez azóta is ez nagyon szépen beleépült, nincs rá igényem, nincs rá szükségem, nincsen másnap, ezért tudok másnap is hatékony meg hasznos lenni. Idén pedig minden nap valamit, minden nap valamit sportolok, akár csak öt percet fekültámoszhozok, és szép lassan rakom egymásra ezeket a jó szokásokat, Múcsolás is egyébként tud egy ilyen jó kaputrog lenni, hogyha valaki fenntartatóan akar élni, hogyha mondjuk nem akarja egyszerre lecserélni az összes nálonzacskót, vagy, vagy vagy minden szokását valami fenntartatóra cserélni, akkor ez egy könnyű megoldás. Úgy én is ilyen, én viszonylag egyszerű megoldásokat építek be az életembe, és így, így próbálok egy kicsit emberként viselkedni, és nem csak vállalkozóként. Olvastam, hogy szeretnétek, hogyha a muncsolás igévé válhatna. Hol tartottak ezzel a történettel? Igazából ez egy olyan ambíció, ami, ami nem is csak tőlünk származott, hanem az emberek kezdték el így használni. Aha. És nem tudom, hogy mikor fogják végre a hivatalos magyar akadémiai szótárba majd bevenni ezt a szót. Fel kell terjeszteni, tudod, vagy valami ilyesmi. Igen. de egyébként, hogyha a Google kereséseket nézem például, akkor látszik, hogy rengetegen használják ezt, vagy a, vagy a felhasználóink körében, a Facebook csoportokban, ahol egyébként több tízezer tag van, ez egy napi szálló változat. Ugye volt Forbes címlap az életetekben. Igen, igen, igen. Egy 30 sikeres fiatal 30 alatt listára került föl Muncs alapító csapata, illetve a címlapon is szerepeltünk, és igazából ez egy tök fontos forduló pont volt abban, hogy hogy egyre komolyabban vettek minket üzleti körökben. Maga a Forbes az eljut a mondjuk a kávézókhoz éttermekhez, akiknek jól lenne csatlakozni hozzátok? Nem feltétlenül a vendéglátóhelyek olvassák ezeket az újságokat. Befektetőkre gondolsz? De például a befektetők, vagy például a nagyobb üzletláncoknak a menedzserei, tulajdonosai, azok, azok figyelik ezeket az üzleti lapokat is, illetve nagyon, én például sokat olvastam ö, előtte is üzleti híreket, meg forbes és ö, nagyon inspiráló volt számomra az, hogy milyen történetek vannak, sikertörténetek vannak, mert hogyha ö, az ember akár hagyományos médiát olvas, akkor általában tragédiákról, vagy, vagy, szenzációkról vagy igen. szenzációkról van szó, amik nem feltétlenül a pozitív oldalát ö, fogják meg a történeteknek, és ö, és az, hogy az, az, hogyha viszont néha figyelünk arra, hogy milyen, milyen magyar sikertörténetek vannak, ez például egy jó forrása lehet ennek, akkor az, 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 az könnyebben elhiszi az ember saját magáról is, hogy képes lehet. És én például nem gondoltam volna, hogy valamikor a forbes a címlapján fogok szerepelni, de egy fontos cél volt. És, és onnantól kezdve, hogy akár kitűztem jobban a céljaimat, éreztem azt, hogy el is tudom érni őket. Viszont amíg nem fogalmaztam meg, hogy mit akarok, addig nem is volt esélye annak, hogy azt elérem. De mantrázod is? Ö, nem vagyok túlságosan ö, spirituális ilyen tekintetben, ö, elég racionálisan közelítem meg ezeket, viszont ö, nagyon hiszek az erejében a gondolatoknak, meg annak, hogy kikkel veszi az ember körbe magát, és igyekszem a pozitív ö, ö, inspirációt keresni, és magamat is ebbe az irányba terelni. Oké, okay, keresed a pozitív inspirációt, de a toxikusat azt írtod? Nagyon pragmatikus tudok lenni az emberi kapcsolatokban is, és ez, és ez néha egy kicsit ijesztő magam számára is, hogy szinte néha egy kapcsolóval. Tudom, te lelketlen vagy. Ne, lehet, nem feltétlenül, <laughs> viszont én racionálisan őrződöm meg ezeket is. Nem. nem, nem kos, ja, kos. Az fejel megy a falnak. Ja. Ez néha segít, és néha hátrány is hát töröd magad el az utat, az biztos. Csak Igen. aztán az embereket is rekeszted akkor kezek ezek szerint. Ez, ez, szerintem nem így van. Majd meg fogom kérdezni a kollégáimat, de egyébként az eddigi visszajelzések alapján én, én nem az a típusú vezető vagyok, aki mindenáron átviszi a saját akaratát, hanem meghallgatom a környezetemnek a véleményét. Inkább, a, inkább arra utaltam, hogy hogy, 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 az olyan típusú emberi kapcsolatok, amik, amikben azt érzem, hogy, hogy, hogy leszívják ezek az energiavámpírok, uh -huh. vagy pedig azok, akik, akik, akik nem hisznek benned, meg nem, nem tudnak támogatni, és, és, és azt érzed, hogy viszik el az energiáidat, azokat érdemes tudatosan akár felszámolni, vagy csökkenteni azt az időt, hiszen az idő a legfontosabb érték, és hogyha olyan emberekkel töltjük, akik felfelé húznak, meg jó emberekkel töltjük, akkor mi is olyan emberé válunk. De az, hogy te milyen vezető legyél, azt te magadban alakítod ki, vagy kérsz hozzá segítséget? Akár tapasztalt a vezetőtől, akár egy coachtól, most mondok valamit, vagy akár segítőkönyvekből, tehát hogy valahonnan te inspirálódsz a vezetői képességeidet tekintve? Ö, egyébként hangos könyveket szoktam hallgatni ö, ilyen témában. Például az egyik kedvenc könyvemet a Netflix alapítója írta ö, pont arról, hogy hogyan lehet egy jó vállalati kultúrát kialakítani. Úgyhogy igyekszem például a vonaton töltött időt hasznosan tölteni, de ezen kívül egyébként azok a példaképek, például nálunk a cápák voltak ilyenek, vagy azok a befektetők, vagy azok a vállalkozók, akik néhány lépéssel előttünk járnak, ezek nagyon jó, jó segítség tudnak lenni. Egyébként pszichológushoz, meg coachhoz is volt, hogy már mentem, érdemes -e ezeket nagyon tudatosan kialakítani, hogy jó emberré tudjunk válni, és jó vezetővé. A kettő okay. külön nem működik. Beszéltünk itt zsákutcákról, és különböző koppanásokról a, a, a munkak folyamán. Neked volt olyan mély pont az életedben, amikor úgy érezted, hogy ezt nem akarod folytatni, hogy te inkább ebből kilépnél, inkább foglalkoznál mással? Nekem, említettem korábban, hogy volt több vállalkozásom is, és, és nem, nem mindegyik volt sikeres. Amikor Kiszálltam a korábbi vállalkozásomból, a viharos körülmények között igazából, az megviselt érzelmileg engem is, hiszen amikor az ember rengeteget dolgozik, és rengeteg munkát és időt belerak valamibe, és utána abból szinte gyerekként kezeli, és annak az elvesztése, az, 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 az nehéz, nehéz tud lenni. És igazából én akkor el is határoztam, hogy én soha többet nem fogok startup alapítással foglalkozni. Aztán, aztán az élet máshogy gondolta, ezért is kezdtem el egyébként egy ilyen diplomácia iránt érdeklődni, és a COVID, meg, a, meg, a, meg, az, meg, meg ez a muncsnak az ötlete kényszerítette abba, hogy újra erre a pályára lépjek. Ami nekem segített egy ilyen kvázi mantra, amit anyukám mondott, hogy nem vagy jobb, ha dicsérnek, nem vagy rosszabb, hogyha szídnak, vagyok, aki vagyok. Uh -huh. És, és igazából ezen így gondolkoztam, és tudatosan elkezdtem kialakítani egy, egy függetlenséget, egy belső érzelmi függetlenséget, ami, amivel nem teszem magamat függővé, túlzott mértékben a külső körülményeknek. Nem lehet ezeket, és nem is szabad ezeket kizárni, hiszen az egy teljes pszichopátia, amikor az ember nem foglalkozik mások véleményével, viszont egészségesen és megszűrve. Kell ezeket a visszajelzéseket fogadni. Biztosan ez talán neked is egy Jó, érdekes folyamat Szerintem lehetett. nem kapsz annyi negatív visszajelzést, nem? Tehát, hogy te egy sikeres srác vagy üzletileg tök sikeres, egy példaértékű céget építettetek föl tulajdonképpen, milyen negatív kommentek vagy hozzászólások érnek téged? Szerintem, hogyha az ember többet látszik, meg többet csinál, mint, mint, mint akár az átlag, akkor az sok mindenkinek elkezdi szúrni a szemét. És igazából nyilvánvalóan akár irítségből, vagy bármilyen más motivációból negatív visszajelzések is érkeznek, de azért nem akarom magamat sajnáltatni. Azt gondolom, hogy nem lehetnék jobb helyen az életemben, és nem cserélném el semmire, de ahhoz, hogy ide el tudjak jutni, ahhoz kellett ez az érzelmi függetlenség egy hmm. kicsit. Hmm. Tehát ez a, ezt én is meg tudom csinálni vonalú negatív hozzászólások vannak, vagy mire gondolsz? Um, igazából például nem tudom, mondjuk um, mondjuk az első vállalkozásom az, az egy ilyen uh, buli szervező vállalkozás volt, és a csúcsponton ezerfős bulikat szerveztünk a bátyámmal, és, uh, és ott uh, így a társaságnak a középpontjai voltunk, mert mi voltunk azok, akik meghívták az embereket, de például akkor rengeteg ilyen pletyka uh, terjedt rólam, amik nem voltak igazak, hogy én, én, uh, én uh, az emberi kapcsolataimat uh, üzleti célokra használom, vagy, uh, vagy akár az, hogy, uh, hogy, hogy én nem tudom, uh, hogyan járok el, mennyire vagyok felületes, uh, egyebek. Egy része egyébként ezeknek a kritikáknak valóban olyan volt, amit érdemes volt megfontolnom, egy része meg olyan volt, hogyha mindent magamra vettem volna, akkor összeomlottam volna, és nem tudtam volna tovább menni. Úgyhogy uh, mondjuk korábban ilyenek voltak, most uh, most, most se tetszetek mindenkinek, és nem is akarok mindenkinek megfelelni. Mit tesz téged boldoggá? Tehát mi az, amitől te egész ez az életedet a munkán kívül érdekel ez a történet, a munka kívül. Ez, ez, a boldogság dolog, ez egy ilyen dolog, amit újra értelmeztem magamnak. A boldogság az nem egyenlő azzal, hogy jól érzem magamat, mert, mert akár, hogyha nem tudom, berúgok, vagy bármilyen tudatmódosítót használok, lehet, hogy pillanatnyilag jól érzem magam, viszont boldog nem leszek tőle, vagy nem lesz jó az életem. És ezért inkább nekem a boldogság az azt jelenti, hogy, hogy hasznosnak, értelmesnek, értékesnek tartom azt, ahogyan én az időmet eltöltöm, és, és, ilyen szempontból amúgy boldognak érzem magam, de, de részben az, a, az az érzelmi függetlenség, ami, ami, a, a külső visszajelzésektől való függetlenséget is jelenti, az azt is ért el nálam, hogy, hogy nem tudok olyan mértékben örülni a sikereknek se, a külső elismeréseket se, a pozitív visszacsatolásokat se veszem annyira komolyan, vagy veszem annyira magamra, viszont a negatív kritikákat se, ezért egy ilyen stabil, folyamatos érzelmi állapotban vagyok általában. Azok, akiknek nagyobbak a mélypontjai, valószínűleg jobban meg tudják érni a boldogságot, vagy a sikereket is. Úgyhogy igazából van egy ilyen trade off -ja ennek a dolognak. Szóval, hogyha mondjuk valaki szeretne csatlakozni a a muncshoz, akár étteremként vagy kávézóként, azt hol teheti meg az applikáción keresztül, ez lehetséges? A muncs.hu weboldalon igazából minden információt meg lehet találni, partnerként is lehet csatlakozni, illetve néhány kattintással regisztrálni az abban vagy a weboldalon, úgyhogy igazából ez egy nagyon egyszerű folyamat, viszont annál nagyobb eredményeket lehet elérni, hogyha sokan összeállunk. Pont ezt akartam mondani, hogy nemes a cél, és még üzletileg is évedelmező a, 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 az éttermeknek, kávézóknak, mert tehát legalább nincsen veszteségük, az egészen biztos, és hát jó a felhasználóknak is, hogyha minél többen menjenek muncsolni, ezt kívánom nektek, mert kívánom, hogy akkor egész világot hódítsátok meg a, a projektetekkel, Legyen. szerintem. Remélyük. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és ha van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.